Ez még a 2000-es évek elején történt velem. Az Exemmel éltem Texasban. A barátnőm és én kénytelenek voltunk az állam másik végébe költözni, miután mindent elvesztettünk, amikor leégett a házunk. Nagyon rossz helyzetben voltunk, és amikor minden remény veszni látszott, a barátnőm családja felajánlott számunkra albérletnek egy helyet, amely csak ott állt kihasználatlanul. Azt a néhány holmit, amely túlélte a tűzvészt, bepakoltuk az öreg dzsibbe, és neki bágtunk. Két nappal később megérkeztünk Jenny nagynéni házához. Kopott volt, de készen állt arra, hogy beköltözzünk. Mivel nem volt sok halmink, ez nem is tartott sokáig. Bár az első éjszakát hálózsákokban töltöttük a padlón, ez mégis óriási első lépés volt afelé, hogy visszakapjuk az életünket. Másnap kora reggel neki indultunk egy új ágyat vásárolni. Ez volt életem legkielégítőbb pontja akkoriban. Soha nem aludtam még jobban, mint abban az ágyban. Lehet, hogy ez csupán megkönnyebbülés volt, hogy végre találtunk egy stabil helyet, ahol lakhatunk, de akárhogy is nagyon jó érzéssel gondolok vissza erre az időre. A következő napokban a boltokat jártuk egyéb bútorokért, lámpáért és más ebből A hét végére szépen berendezkedtünk, és itt volt az időmunka után nézni. Sohasem volt ellenemre a kemény munka. Lehet, hogy mazoista vagyok, de mindig a fizikailag kimerítő munkákat kerestem inkább. Azt hiszem, a munkadókat, akikkel találkoztam, mindig sokkolta, hogy milyen keményen dolgozom. Őrült munkáltikám hozzá segített a felnövéshez. Nagyon szegény négy gyermekes családból származom. Nyugat Virginia távolabbi részében éltünk, ahol az élet több volt, mint kemény. Gyakori volt, hogy éhesen tértünk aludni. És bár nem voltam azon, hogy a szomszéd kertjében sokszor csak a keresztényi erkölcs mentett meg attól, hogy bűnözővé váljak. Nem akarok túlzottan elmélyedni az enyéimben, de elég annyit mondanom, hogy apu mennyire szerette a jó életet, ami azt jelentette, hogy sohasem volt túl sokáig állása. Anyu megtett mindent, amit ő letelt, de tele volt a keze azzal, hogy rólunk gondoskodjon. Amikor pedig a lány testvérem közül a legkisebb is iskolás lett, anyu részmunkaidőben dolgozni kezdett a nővérénél a ruhatisztítóban. Amikor elég idős lettem hozzá, átvettem a hét, ő pedig elvállalt egy jobban fizető állást. Apu és anya akkor elváltak. Az életekkor nehezebb lett, mégis túlélték, mint a társadalom hasznos tagjai, akiknek családjuk van. Ekkoriban nagyon sok volt a munka, Texas csak most kezdett belenőni a gazdasági erőműbe, amiben most van, és akármerre néztem, új házak emelkedtek, mindenhová új emberek költöztek. Az emberek minden lehetséges pozíciót elvállaltak. rendezési munkát végeztem korábban, tehát logikusnak tűnt, hogy azt próbáljam meg. Állástól állástra ugráltam, mindent megpróbáltam, ami az utamba került. Ételt ettek az asztalra, de Texasban dolgozni nyáron durva volt. Volt, és az esős napok sem voltak sokkal jobbak. Valami örült okból az élelmiszeripar felé fordultam. Egyik forró helyen kereskedtem a másik után. Visszatekintve nagy hülyeségnek tűnik, de szakács voltam egy gimnáziumban. Tudtam, hol a helyem a konyhában. A déli emberek csak kevés dolgot szeretnek jobban az evésnél, és a mi területünkön hemzsegtek az erre való helyek. Elvállaltam egy részmunkaidős idős mosogatói állást. A fizetés még elment valahogy, de a gázszámla csak nem megölt hosszú távon. Már vissza akartam térni a tereprendezéshez, amikor hívást kaptam egy Waffle House-tól. A fizetés jobb volt, a helyszín pedig kevesebb, mint egy mérföldnyire az otthonunktól. Egy gyalog is el tudtam menni munkába. Missi pedig elvihette a kocsit, ha szüksége volt rá. Úgy látszott, ez a legjobb dolog, amit tehetünk. Most már mindkettőnknek volt teljes idejű állása. Sokkal jobb volt így, mint az időbeosztásunkkal zsongörködni egyetlen autóval. Elmentem az állásinterjúra, és kevesebb, mint 15 percen belül fel is vettek. Missy magán kívül volt örömében, amikor meghallotta ezt, és magam is meglehetősen izgatott voltam. Stabil munka. Nem számít micsoda, sokat segíthet az anyagi helyzeteden. Missy nyaggatta a főnöke, hogy dolgozzon több munkaórát, és most már úgy is tesz. A dolgok kezdtek jobban alakulni. Ahogy begyalogoltam az étterembe hétfő reggel, életemben nem voltam még ilyen ideges. Az ösztönöm azt sugalta, hogy ez az állás olyan, amilyen még nem volt korábban. És hallod? Igazam lett. Az első néhány hetem relatíve eseménytelenül telt. Csupán az alkalmi részegek vadultak egy kicsit, de ők is lehiggadtak, ha elég határozottak voltunk. A személyzet egy része rendes volt, zömmel idősebbek nálam, de nem vették magukat túl komolyan. Ha nem volt sok munka, beszélgettünk ki honnan jött, Mik a reményei a jövőre nézve? De ha rám szóltak, mindenki lehajtotta a fejét, és vitte ki az ételt, amilyen gyorsan csak tudta. Minden jól is ment egyik péntek éjszakáig, amikor megjelent egy különösen részeg ember a Bajt keresve. Texasban a bárok általában hajnali kettőkor bezárnak, vagy esetleg fél háromkor. A részek betántorgott és valami finom zsíros dolgot keresett, ami felszívhatná benne a piát. A Waffle House pedig nagyon népszerű az ilyesmihez. Ezen az éjszakán is megjelentek a szokásos vendégcsoportok, késő esti vacsorájukat fogyasztani. És mivel ez egy kisebb város, ismertem a legtöbb embert, aki betért ide. Zömök keményen dolgozó népség volt, akik csak szerették volna itt leereszteni a fáradt gőzt, jobbára általmatlanak. Sajnos ez a helyzet másként alakult. Amennyire visszatudok emlékezni, Ajnali három előtt történt, hogy egy nagyon ittas idegen betántorgott az étterembe. Nem ismertem őt, de hát azért voltam ott, hogy ételt főzzek, nem pedig elázott embereket. A részeg ember körbe ment, alkalmanként megállt egyes asztaloknál, majd ment tovább a következőhöz. A legtöbb vendég figyelmen kívül hagyta, többnyire az ételükkel voltak elfoglalva. Végül a részeg megállt a bádnál és túl közel hajolt a rendszeres vendégek egyikéhez, nevezzük máiknak. Ájk a hétvégéken járt ide, már jóval azelőtt, hogy engem felvettek volna, és fogadni mernék, hogy még mindig oda jár. Májknak is megvolt a maga betevő itala, és dühítette a másik jelenléte. Ugatni kezdett a másikkal, hogy eredjen odébb, azt mondta neki, hogy bűzlik. A részeg megsértődött, és megpróbált bemosni egyet Májknak, de elvétette. Májka a padlóra lökte őt, és felállt a székéről. Úgy nézett le a részegre, és a mutató ujját átkozta ők elmét. Az idegen feltápászkodott, majd mike rohant. Sikerült néhányszor gyomron és melkason vágni a mike mielőtt az megint csak a padlóra lökte volna őt. Az idegen a mögötte lévő asztalra esett, és egy darabig pámolt, aztán megfordult és kirohant az étteremből. Magamban kuncokban néztem ezt a rövid harcot, aztán visszatértem a munkámhoz. Néhány perc múlva egy nő hangját hallottam, amint azt mondta. Vézik a melkasod, Mike. Megfordultam, hogy azt lássam. Mike szürke ingének elejét törölgeti volt rajta néhány sötét volt. Amikor pedig Mike megnézte a kezét, akkor bizony látszott, hogy az nem egyéb, mint vér. Ekkor döbbentem rá, hogy a részeg idegen megszúrta őt, nem pedig megütötte. Hogy látszik, dulakodás közben sikerült előhúznia a kését, és gyorsan szórnia néhányat, mielőtt Mike megállíthatta volna őt. Nem vagyok benne biztos, mi késztetette erre, de hátra rohantam és felkaptam néhány késztőrlőt. Aztán odarohantam Mikehoz, és nyomást próbáltam gyakorolni a sebekre. Ekkor a Mike a padlóra került gyalom szerint a soktól, és néhány vendég segített nekem a törölközőket a sebre nyomni, amíg a mentők megérkeztek. Máj egész idő alatt a gyerekeiről beszélt. Mindent megtettem, hogy meggyőzzem, rendbe fog jönni. De hogy őszinte legyek, fogalmam sem volt, hogy mennyire súlyosak a sérülései. Kb. 7 perc múlva megérkeztek a mentők, és elvitték májkot. Le kellett zárnunk a dolgokat, miközben a rendőrséggel beszélgettünk, és még hajnal előtt újra elővehettünk mindent és folytathattuk a munkát. Nem tudtam más tenni reggel, mint hazamenni és májtra gondolni. Egész hétvégén arra gondoltam, milyen állapotban lehet. Amikor hétfőn bementem, azt mondták, hogy nehéz időket élt át, de már túl van az élet veszélyén, lábadozik a kórházban. A következő héten kaptam róla friss híreket olyan vendégektől, akik ismerték őt és a családját. Már egészen jól volt, élvezte, hogy nem kell munkába menni, már vagy két hónap is eltelt, amikor egyszer csak ismerős hangot hallottam magam mögött. Megfordultam, és májkát mögöttem, az ő nagyfogú vigyorával. Kérdeztem, hogy van, azt felelte, hogy remekül. Kezet rásztunk, aztán megölelt. Ezután megköszönte, hogy megmentettem az életét. Nem voltam biztos benne, hogy valóban ez történt de nem akartam durva lenni, és úgy látszott, hogy komolyan gondolja. Gyorsan megemlítettem a többieket, próbáltam szerény maradni az én közreműködésemet illetően. Ezután már másról beszélgettünk. Majd visszatértem a munkához. Továbbra is rendszeresen láttam Májkot még egy évig, aztán kaptam egy jobban fizető állást máshol. Annak már legalább 15 éve, hogy utoljára láttam el, de remélem, hogy jól van. Nem vagyok benne biztos, hogy a részek fickót, aki megszúrt előtt elkapták-e, akkor éjjel. De nem tudtam ezt senkitől sem megkérdezni. Eltűnt innen, és egyébként sem szeretnék rossz emlékeket felkavarni. Mike, ha látod ezt, vagy ha hallasz róla, kérlek hívjál fel, szívesen beszélgetnék veled. A Buffalo House-ban dolgoztam a Pennsylvániai Betlehemben. Az emberek néha megkérdezik tőlem, hogy láttam-e néhányat a Buffalo House közül, de őszintén mondom, ez nem olyan hely volt. Csak úgy ott voltunk az utcán egy csomó bár és egyebek között. És a Lehik kampusz kevesebb, mint egy mérföldnyire volt tőlünk, szóval igazán jó forgalmunk volt az éjféli órák környékén. De azt gondolom, hogy egy éjszakás műszak alatt, amilyenben én is dolgoztam, maximum 2-3 fizikai konfrontációt láthattam és akkor is általában két ember veszekedett csak, akiket a barátaik választottak szét. És nem is azt jelenti, hogy én nem adtam volna fel egy-egy erőszakos eset után. Csak éppen arról volt szó, hogy az itteni verekedés durvább volt, mint holmi utcai összecsapás. Mint azt talán gondolhattátok is, a hétvégi éjszakás műszakok voltak a legforgalmasabbak, amikor részek főiskolás srácok vagy sportrajongók, beugorva az osztára, Ellenben a hétköznapok éjszakai műszakai kimondottan nyugalmasak. Megkaphatott persze azokat a megkövölt egyéneket, akik 20 percig merednek a menüre, mielőtt rendelnének valamit, de különösebb probléma nem szokott velük lenni. Ugyanez vonatkozik a kamionsofőrökre és a műszakos dolgozókra, akik beállítanak színnyózanon az ő ilyen-olyan kedvenc ételükért. Ám ezen az éjszakán egy szuperreces, narkósnak látszó férfi ballagott be az ajtón, és istára esküszem, hogy amikor először bejött, 90%-ig biztos voltam benne, hogy fegyvert fog rántani, és kirabol minket. A Waffle House-ban, ahol dolgoztam, soha egyetlen rablás sem történt, mióta felvettek oda engem. Mégis ez volt a legnagyobb félelmem, valahányszor éjszakai műszakba kerültem. És ha bárki olyan jön be, akire írdik a fenti leírás, aki narkósnak tűnik, mindig nagyon idegesek vagyunk, és duplán rajta tartjuk a szemünket. A fickó nagyon rajta volt valamin, és nem csak rángatózott, mint a veszett fene, de miután rendelt beült a boxba, szakaszosan átnézve felettünk, anélkül, hogy hozzányúlt volna a grildezett sajthoz. Tudattam a kollégáimmal, hogy nagyon negatív vibrációkat érzek ebből a fickóból áradni, aztán tisztogatni kezdtem a pultamat, miközben visszafogottam figyelni, próbáltam őt. Ahogy Mr. rangatózót néztem, egy hagyományos kinézetű, sötét hajú fehér fickó jött be, és rendelt egy kávét, meg egy darab cipla és pitét. A kolléganőm kiszolgált, ő pedig leült az egyik asztalhoz, és a kávéját itta. Én továbbra is takarítottam, miközben Mr. Rángatózót figyeltem. Mr. Rángatózó felnézett egy pillanatra rá, arra a pillanatra szemkontaktust teremtettünk. Aztán megint lefelé nézett, ideges arckifejezéssel mintha teljesen elvesztette volna az eszét. A paranoia kezdett eljönni, vagy pedig azon törte a fejét, hogy mindjárt kellene valami őrültséget tennie. Az idegesség nőtt önnőtt bennem, amikor egyszer csak bal felől azt hallottam. Nem ismerem én valahonnan magát. Körülnézve láttam, hogy Mr. Kávé és Pita hátra fordult a székében, és ülve beszélt a mögötte a falatozó férfihez. A boxban ülő férfi azt felelte. Nem hiszem. a Mr. Kávé és Pita. Szerintem pedig együtt jártunk általánosba. Negyedikbe együtt jártunk matekórára Mrs. XY-hoz. És hallottam, ahogy a másik asztalnál ülő férfiben, mint a felvillant volna a felismerés szikrája. De nem ők voltak azok, akiket igazából figyeltem, hanem Mr. Rángatózó. Arra gondoltam, micsoda őrült dolog belefutni valakibe a Buffalo House-ban hajnali egy óra 30 aztán pedig visszaemlékezni egy csomó dologra. Elvesztettem a fonalat a beszélgetésükben, amikor elmentem takarítószerekért, de amikor visszatértem, már örülök, hogy találkoztunk be, és vigyáz magad, de erre csomagolták alkalmi találkozásukat. Ám azután Mr. K.B. és Pita visszafordult az ajtóból, és azt mondta, ó, oh, még valamit, Körülnéztem éppen időben, hogy meglássam, ahogy fegyvert húz elő a kabátja alól. Boxban ülő pasasnak semmi esélye nem maradt. Ő is épp időben nézett fel, hogy meglássa Mr. Kávé és Pitét, amint meghúzza a ravaszt. Három lövés és a férfi félig tétellel teli tányérjára burult. A hely annyira elcsendesedett miután Mr. K.V. és Pita meghúzta a rabaszt, hogy miután én lebuktam a pult mögé, hallottam, ahogy a fegyver koppant a padlón, miután elhajította. Lent maradtam a pult alatt, miközben hallottam, hogy az ajtó kinyílik, aztán becsukódik. Mindenki csendben maradt még néhány percig, majd egy hölgy úgy kezdett el sikoltozni, mint valami bensi, a kelt a legendák családi haláljelző kísértete. Hiszen kiszámítana arra, hogy majd szembe rövik a Waffle House-ban. Azt tettük, amit ebben a helyzetben tehettünk. Kivezéreltük a bent lévőket a parkolóba. Természetesen mindenki mélyen megrendült. A korábban sikoltozó a nő most hisztérikusan sírt. Az étterem néhány napra bezárt, hiszen a zsaruk fel akarták térképezni az egészet, mint büntény helyszínét. A törvényszékiek is kivonultak ide. A Waffle House ingyenes tanácsadást ajánlott fel nekünk, és bónoszt mindenkinek abból a műszakból aki hajlandó visszatérni a munkába. De ellentétben a három kollégámmal, akik velem egy műszakban dolgoztak, én nem fogadtam el az ajánlatot. Nem számított, hogy milyen nagy lelkűen hangzott. Nevezzetek bár gyávának, de arra gondoltam, minek menjek visszadolgozni arra a helyre, ahol valahányszor letörlöm a pultot, azt a férfit látom magam előtt, ahogy az asztalára zuhan, és a vérpatakot, amely az asztalról a földre folyt. Mindenki előtt megemelem a kalapomat, aki ezek után visszatért oda, és képes volt úgy tenni, mint a semmi nem történt volna. Én személy szerint inkább keresek munkát valahol máshol. Valahol, ahol nem kell arra gondolnom, hogy itt valakit megöltek, egyenesen az óra mellett. Néhány évvel ezelőtt éppen munkából hajtottam haza, meglehetősen késő éjjel. Általában nem mentem ilyen későn haza, de ez hosszú nap volt. Nagyon éhes voltam, már régóta nem volt módom harapni valamit. Az a felé tartva nem igen haladtam el éttermek mellett. Némileg a külterületen laktam, amelyre nem volt éppen egy csomó hely, ahová be lehetett volna térni. Ezért hát figyeltem, hogy nem látok-e valami olyasféle helyet, ahol meg lehetne állni. Emlékszem, hogy kiúztam a főútról, és kihajtottam egy kijáraton. Az itteni lehetőségem a benzinkút volt, aztán kisebb utak lefelé, Megláttam láttam egy Subway -tablet. Ekkoriban este tíz körül járhatott az idő. Nem tudtam, hogy nyitva van-e még a szabvé, de arra gondoltam, meg kellene nézni. Ahogy ráhajtottam az útra, kiderült, hogy a szabvé nyitva van. Oda bent égtek a lámpák, és mintha láttam is volna valakit bent, amikor behajtottam a parkolóba. Azonban nem volt senki más a parkolóban. Úgy döntöttem, hogy leparkolok, kiszállok, aztán oda megyek az ajtóhoz és benézek. Amikor odaértem, az ajtó kinyílt, és tádöbbentem, hogy nyitva is volt. Legalábbis úgy gondoltam. Amikor beléptem a szabvébe, nagy volt a csend, és senkit sem láttam oda bent. Oda mentem a pulthoz, ahol rendelni szokás. Azt gondoltam, hogy az alkalmazott bizonyára valahol hátul van éppen, vagy ilyesmi, és ha meghallja, hogy bejöttem, akkor előjön, és felveszi a rendelésemet. Épp csak néhány perc azután, hogy odaálltam a pulthoz, a fények váratlanul kialudtak, és csak nem teljesen sötét lett. Csupán az étterem elején lévő egyetlen hatalmas ablakon jött be fény. Körülnéztem azon töprengbe, hogy mi folyik itt. Aztán kb. fél perc múlva arra gondoltam, hogy távozom. Emmi előtt indultam volna, valami zajt hallottam hátulról, amit mintha a sarokról hallottam volna, ami már kiesett a látószögemből. Aztán előjött egy férfi. Úgy tűnt, mintha hátulról jött volna be, és először azt gondoltam, hogy valószínűleg egy alkalmazott. A sötétség miatt nem igazán jól láttam a férfit, de aztán az ablakon beszűrődő fény miatt kivettem, hogy a férfi nem visel egyenruhát. Egy pillanatig csak állt és nézett rám. Akkor végleg elhatároztam, hogy távozom. A helyzet nagyon is furcsa volt. Elindultam az ajtó felé, aztán meghallottam, hogy a férfi megindul a pult mögül. Nem tudtam, merre tarthat, de úgy hangzott, mintha felém indult volna el. Amikor elértem az ajtót, megfordulva visszanéztem, és láttam, hogy a pasos felém tart. Már csak húsz lábnyira lehetett tőlem. Nem szólt egy szót sem. Én szintén nem. Elhagytam a szebbét, és mentem tovább a kocsimhoz. A férfi elhagyta az éttermet, és csak ugyanután nem jött. Hát néztem, a fickó közeledett. E ponton nem igazán tudtam, mit kéne tennem, így aztán futásnak eredtem. Rohantam a kocsimig, aztán kinyitottam az ajtót és beszálltam. Szerencsére nem kellett hátra menetbe kapcsolnom a távozáshoz, mert a parkoló egy másikhoz kapcsolódott, így hát a gázba tapostam, és elhajtottam onnan. Ezután már egyenesen hazahajtottam, nem vesződtem azzal, hogy bárhol megálljak. Túlzottan kiakadtam az egész szituációt. inkább otthon ettem valamit. Ma sem tudom pontosan, mi történt abban a szebbében. Arra gondoltam, talán zárva lehettek, de valami okból az ajtó nyitva maradt. A férfi az éttermet kísérelte volna meg kirabolni, vagy csak lazult a hátsó részben? Igazán nem tudom. Azt viszont tudom, hogy öldözni kezdett. Örülök, hogy meg tudtam lépni előle. Tavaly szóval egyszer elmentem egy szabvébe éjszaka. Ez a Subway csak percre volt a házamtól. Egy csendes kis bevásárló központban helyezkedett el, és többféle üzlete volt itt. Tehát este nyolc körül elmentem oda. Emlékszem, hogy teljesen sötét volt már odakint, lévén még tavasz, és az egész környéken csend hanalt. A bevásárló központ többi üzlete javar és zárva volt. Bementem a szabvébe és rendeltem. Nem tartott valami sokáig, mivel senki más nem volt ott. Megkaptam a szendvicsemet. Emlékszem, hogy amikor ittam az ivókútból, megpillantottam egy férfit, aki éppen átjött a főúton a járdára a szabvé felé. A férfi magas volt, gondozatlan volt a haja, pólót és melegítő nadrágot viselt. Arra is emlékszem, ahogy az üvegen keresztül rám nézett, ahogy elhaladt. De aztán folytatta az útját, és eltűnt a szemem elől. Miután ittam, kisétáltam a szápvépől. Az autón felé indultam a parkolóba. Ekkor meghallottam, hogy valaki közeledik felém. Lépteket hallottam nem sokkal magam mögött. néztem, és megláttam ugyanazt a férfit. Közeledett hozzá, és mire észbe kaptam, férfi már mellettem volt. Megálltam, hogy megtudjam, mit akar a pasas. Amikor megálltam, azt kérdezte, hogy elvinném -e őt a benzinkútig, és a benzinkút irányába mutatott. Amerre mutatott, ott csak ugyan volt egy benzinkút, ami igazán nem volt messze, és arra felé volt, amerre laktam. Nyilvánvalóan nem akartam ezt a férfit elvinni, nem ismertem, meg egyáltalán, tudjátok. Ezért azt feleltem a fickónak, hogy sietnem kell haza. Ahogy tovább mentem, a férfi követni kezdett. Azt mondta, hogy igazán nincs messze, neki pedig ott kell találkoznia egy barátjával. Végül igent mondtam neki. Butának éreztem magam ezt kimondva, hiszen nyilvánvalóan nem okos dolog random idegeneket furikázni, akit akkor éjszaka láttam életemben először, de ezt tettem, és reméltem, hogy gyors fúvád lesz ez, és hamar ki tudtam dobni. Úgy értem, kevesebb mint egy percre tehetett eljutni a benzinkútig. Még el is lehetett látni odáig. Épp hogy csak elhagyta az ember a bevásárlóközpontot, és már is ott volt. A benzinkút nyitva volt, több kocsi is állt mellette. A férfi beült az anyósülésre a kocsimba, én pedig a vezetőülésre. Beszállás után a férfi kedves volt, köszönetet mondott nekem, és azt mondta hideg van, ezért nem akarod odáig gyalogolni. Valóban elég hideg volt, lévén kor a tavasz, ráadásul éjszaka. Elhagytam hát a parkolót, és kihajtottam egy forgalmasabb útra. Aztán balra fordultunk. A benzinkút jobbra volt. Egész úton sem a férfi, sem én nem szólaltam egy szót sem. Amolyan ügyetlen csem telepedett közénk. Miután behajtottam a benzinkucsa, beálltam egy parkolóhelyre a parkoló hátsó részében. Gyors és könnyű út volt ez. Amikor megálltam a férfi, nem szállt ki azonnal az autómból, ezért valami olyasmit mondtam. Oké, okay, most akkor már jó éjszakát. De ő nem szállt ki, csak őt ott, vagy 30 másodpercig nagyon ügyetlennek éreztem magam, és kezdett rossz érzésem támadni az egész szituációval kapcsolatban. E ponton fel tudtam volna rúgni magamat, amelyet elfogoroztam egy vad idegánt. Végezetül azt mondtam a pasosnak: Itt vagyunk, nem ide akart jönni? A férfi végre megszólalt. Azt mondta, hogy ez nem a neki megfelelő benzinkút, ami neki kellene, az messzebb van, az út végén, és éjszak felé mutatott. Ez nem az az irány volt, amerre mentem. Azt gondoltam, hogy a férfi ehhez a benzinkúthoz akart menni. Biztos voltam benne, hogy ebbe az irányba mutatott mondtam neki, hogy azt gondoltam, erre akar menni. Ő pedig azt felelte nem, mintha hülye lennék, amiért erre gondoltam. Közöltem vele, hogy nem megyek arra, nekem most már haza kell mennem. Nem válaszolt, és nem is szállt ki. Úgy tűnt, mintha nagyon haragudna rám, amiért nem tudtam pontosan, hogy hová akart menni. Mondtam neki, hogy nem tudok oda menni, és nem fogok ennél messzebb autózni. Nem látszott valami boldognak emiatt, és nem szállt ki az autómból. Azt mondta, vigyem előtt a másik benzinkúthoz. Kezdtem nagyon ideges lenni. Nem tudtam beszélni -e ez a férfi vagy ilyesmi. Kértem, hogy szálljon ki a kocsimból. Nemet mondott. Ezen a ponton igazán nem tudtam, mit tegyek. És ahogy ott ültünk, hételen megpillantottam egy rendőrautót, amint behúz a benzinkúthoz. Ahogy megláttam, arra gondoltam, hogy hát fel tudnám hívni a zsaru figyelmét, ám amíg ezen gondolkodtam, a mellettem ülő férfi váratlanul kiszállt az autómból. Kinyitotta az ajtót, elhagyta a járművet, és gyors léptekkel távozott. Az épülete felé tartott, én pedig elhajtottam. Hazamentem és megfogadtam önmagamnak, hogy soha többé nem engedek be az autómba. Visszatekintve nem tudom, mi volt a pasas terve. Arra gondoltam, amikor meglátta a rendőrt, hogy nem lehetett jó szándéka. Ezért ment el. Nagyon örülök, hogy az a rendőrt is pont akkor hajtott be a parkolóba.